Gigaberuházások Nyíregyházán több mint 16 milliárd forintos sportinfrastruktúra fejlesztés fejeződik be 2020-ig a megyeszékhelyen. Felújított orvosi ügyelet, az intézmény részt nem csak Fehérgyarmatnak, hanem 50 település közel 4000 lakójának biztosít ügyeleti ellátást. Klímaváltozás a mezőgazdaságban. Magyar kutatók szerint a magas átlaghőmérsékletnek köze van ahhoz, hogy stagnálnak az árpa, a búza, a kukorica és a rozs termés átlagai. Több mint 16 milliárd forintos sportinfrastruktúra fejlesztés fejeződik be 2020-ig Nyíregyházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jégpálya, úszoda, 8000 férőhelyes stadion és egy atlétikai centrum munkálatai kezdődtek el 2017-ben a megyeszékhelyen. A létesítmények a versenysport mellett egyaránt szolgálják a szabadidő, a tömegsport és az utánpótlás nevelést is. Több évtizedes problémát sikerült megoldani Nyíregyházán. Ezzel kezdte hétfői sajtótájékoztatóját Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere. 3 év múlva a városban olyan színvonalú sport infrastruktúra rendszer lesz, amely Európa legfejlettebb részén is megállná a helyét, tette hozzá. A nyíregyházi gigaberuházások sikerét több éves munka előzte meg. Ilyen volt például az óvodai és iskolai tornatermek felépítése vagy korszerűsítése, az új focipályák kialakítása, a 18 darab szabadidő kondipark létrehozása, de több 10 kilométer kerékpárutat is kialakítottak, illetve streetballpálya és strandlabdapálya is épült. Úgy gondolom, hogy most mára elértünk egy olyan szintet, amikor beérnek az erőfeszítéseink eredményei, tehát itt most ugye a jégpálya önerejének a 145 milliós költségét a kormány átvállalta, Nyíregyháza ezt megkapja, ugyanígy az uszodának a 750 milliós önerejét, és 10.326 milliót biztosít egy modern többfunkciós stadion felépítésére. És ez azért fontos, mert ez azt jelenti, hogy a városban olyan új lehetőségeket nyitó modern sport létesítmények lesznek, amiknek a megépítése a városnak egy fillérébe nem kerül. Ezek a létesítmények egyaránt szolgálják majd a szabadidősportot és az utánpótlás nevelést is. A nyíregyházi vízilabda csapat jelenleg közel 200 gyermek utánpótlásának képzésével foglalkozik. Szakács Roland kiemelte, a jelenlegi infrastruktúrát kinőtte az Akvaese Egyesülete, így a március végén induló 2,5 milliárd forintos úszoda építése nagy lehetőség a nyíregyházi vízilabda csapatnak. Abban lesz másabb, hogy most már egy helyre fog koncentrálódni a képzés és a sport. Ez megnyilvánul abban, hogy két nagy medence fog épülni a új uszodában, egy tető alatt. A legnagyobb medencénk az egy 50 méteres, 10 pályás versenymedence lesz, a kisebb tanmedence meg egy 25 méterszer 12 méteres lesz majd. A Szabolcsi Jégsport Egyesület versenyzőire a kis solymokra is nagy lehetőségek várnak idén. Hosszú évek után februárban megnyitja kapuit a nyíregyházi jégpálya. A beruházás költsége összesen 450 millió forint, amelynek 70%-át TAO támogatásból biztosítják, ehhez adott volna a város 145 millió forint önerőt, ennek kifizetését azonban átvállalta a kormány. A kis solymok az elmúlt évben rengeteget versenyeztek, nagyon nehéz körülmények között versenyeztek, hiszen volt olyan év, amikor nem is épült meg Nyíregyházán az a kis fedett műjégpálya, ahol edzeni tudtunk, így kényszerűségből Debrecenbe jártunk át edzésekre. Ez nagyon sok lemondással járt a gyerekek szempontjából, hiszen az utazás, az ottani jégidőbérlése, a késő esti hazaérkezések miatt és az ottani jégpályák kihasználtsága miatt is kevés volt az edzésidőnk. Tehát nehéz időszakon vagyunk túl, kevés edzéssel sokat kellett versenyeznünk, reményeink szerint ezzel a jégpályával megoldódik ez a problémánk. A beruházások tervei már elkészültek. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón hozzátette. 2020 nyaráig az összes nagy sportberuházás befejeződhet. Közel 43 millió forintból újult meg a központi orvosi ügyelet Fehérgyarmaton. Az intézmény rész nem csak a városnak, hanem az egész térségnek is a rendelkezésére áll, így 50 település közel 4000 lakójának biztosít ügyeleti ellátást. A felújítás során új burkolatot kaptak a helyiségek, kicserélték az elektromos és vízvezetékrendszert, valamint napelemek is kerültek az épület tetejére. A Fehérgyarmat központjában található épület több szolgáltatásnak is otthont ad, így a központi orvosi ügyeletnek is. Most ezt az épületrészt újították fel topos forrásból.
Azt lehet elmondani, hogy a központi orvosi ügyelet 50 település lakosságának biztosít egészségügyi alapellátást, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen 38 ezer embernek az ellátását biztosítja. Itt természetesen nem mindegy az, hogy milyen körülmények között látják el a betegeket, illetve az sem mindegy, hogy az itt dolgozó orvosok és egészségügyi szakdolgozók milyen körülmények között tudnak dolgozni. Kezelőket, pihenőszobákat, új konyhát és mozgáskorlátozott mosdókat is kialakítottak, ezen kívül új burkolatot is kapott az épületrész, kicserélték a teljes vízvezetéket és az elektromos hálózatot. A terület és településfejlesztési operatív program pályázatainál követelmény, hogy az épületek felújításánál a megújuló energiaforrásokat is alkalmazzák, ezért napelemek is kerültek a tetőre, amelyek az energiaellátás egy részét biztosítják majd. Ez 42 millió forintos támogatás volt. Sok támogatás következik majd. Ugye ez a 2017-es év a pályázatok éve volt. Ha csak azt nézem, hogy év végén a térségemben a kisfalvak az több mint 3 milliárd forintot nyertek, akkor szinte felsorolni is nehéz az, hogy milyen beruházásra fognak következni. Topos pályázatok, tehát területi operatív program, vidékfejlesztés, VP-s pályázatos, és a szokásos belügyminisztériumi forrásban megvalósuló fejlesztések lesznek a következők. A központi orvosi ügyelet a felújítás során modern, 21. századi épületté vált. Annak meg nagyon örülünk, hogy mint megyei önkormányzat, hogy a topos források első fecskéjeként az egészségügyi alapellátás fejlesztésére szolgáló források közül lényegében az első átadáson vagyunk itt, tehát most már úgymond a beruházások kézzel foghatóvá váltak. Azok a támogatási döntések, amelyek megszülettek, most már egyre inkább kezdenek majd megvalósulni és testet ölteni, amely bízunk benne, hogy a megyei célok megvalósulását is nagyban fogja segíteni. 2017-ben több pályázati forrást is elnyert Fehérgyarmat, a barnemezés beruházás már elkezdődött, de megújul a kerékpárútrendszer, a piaszcsarnok, valamint a bölcsőde is, és további pályázatok várnak még elbírálásra. Magyar kutatók szerint a magas átlaghőmérsékletnek köze van ahhoz, hogy stagnálnak az árpa, a búza, a kukorica és a rozs termés átlagai. A felmelegedés a szakemberek szerint a jövőben sem tesz jót a mezőgazdaságnak. Egy magyar és egy dán egyetem közös kutatása a négy legfontosabb magyarországi gabonaféle termés átlaga és az éghajlati tényezők közötti kapcsolatot kutatta. A szakemberek szerint az átlaghőmérséklet emelkedése miatt stagnál a gabonák termés átlaga. A felmérések azt mutatják, hogy 1981 és 2010 között az átlaghőmérséklet növekedése Celsius fokonként közel 15%-kal csökkentette a terméshozamot a gabonák esetében. Szabó Béla, a Nyíregyházi Egyetem adjunktusa szerint Magyarországon és a a helyzet nem olyan drámai, mint azt a kutatók jelzik. Nem érzékelem azt, hogy hirtelen egy drasztikus változás lenne, ami egyébként nagy mértékben segítené az új környezetvédelmi szabályok létrejöttét, hiszen csak a hirtelen drasztikus változások eredményeznek gyors döntéseket a mai rendszerünkbe. Ha gabonaféléket vagy tágabb értelembe vett módon a cereáliákat, amiben beletartozik a kukorica világviszonylatba, a rizs, itt nálunk esetleg a kisebb mértékben termelt cirokfélék és a kalászos gabonákat nézzük, látjuk azt, hogy évről évre a termés mennyiségek, a termés átlagok emelkednek. Ez egy fél egyszázalékos növényfajtól és régiótól függően történő emelkedés. Ez köszönhető az egyre precízebb, egyre gondosabb, egyre komolyabb technikai elemeket használó növényápolási technológiáknak, tápanyagvisszapótlásnak, és a genetikai előrehaladásnak, tehát az újabb, magasabb termőképességű, jobb terméspotenciállal bíró fajtáknak. Ezzel egy szemben ható tényező az időjárási elemek egyre kevésbé kiszámíthatósága. Mindenki a saját bőrén érzi, hogy január 9-én milyen egy téli nap. Mindenki a saját bőrén érzékeli a tavaszi időjárási elemeknek a sajátosságait, és ez ugye a mezőgazdaságot egyre kevésbé kiszámítható helyzetbe hozza. A nyíregyházi szakember hozzátette, korábban is voltak a szájos évek, de már a tavaszi és őszi időjárás is szélsőségessé vált. A fő problémát az időjárás kiszámíthatatlansága jelenti. A tavaszi korai meleg hatására sokan elvégzik a vetést, majd a hirtelen lehűlés kárt okoz a növényben. A Nyíregyházi Egyetem kutatója szerint olyan mértékű rendszeres hőmérséklet ingadozást, mint amilyet az elmúlt 5 évben voltak, korábban nem tapasztaltak.
2018-tól bővült azoknak a köre, akiknek a Nemzeti Adó és Vámhivatal személyi jövedelemadó bevallási tervezetet készít. Ettől az évtől már az őstermelőknek, az áfa fizetése kötelezett magánszemélyeknek, és a korábbi években munkáltató adómegállapítást választóknak is. Ezen túl egyszerűsödött még az egyéni vállalkozók bevallási programja is. Tavaly összesen 250 ezer személyi jövedelemadó bevallási tervezetet készített el a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez első körben azoknak nyújtott segítséget, akik jövedelmüket egy munkahelyről kapják. 2018-tól azonban bővül azoknak a köre, akiknek előzetes tervezetet készít a hatóság. Fontos változás az idejétől, hogy a munkáltatói adó megállapítás már nem kérhető 2018. január 1-től a személyvedelemadó bevallás benyújtásához. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a 2017-es évről szeretné, hogy elkészítse a munkáltatója bevallását, már nem kérheti meg. Illetve bővült még az a kör is, akiknek most már Nemzeti Adó és Vámhivatal el fogja készíteni a bevallás tervezetet. Ide az őstermelők, illetve az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek is beletartoznak majd. Az ügyfélkapunk keresztül a tervezet március 15-től lesz elérhető. A bevallásokat beküldeni vagy módosítani május 22-ig lehet. Ezután a NAV a hatóság által készített tervezetet automatikusan elfogadja. Ezt a tervezetet, amint az adózók megkapják az ügyfélkapujukon keresztül, fontos, hogy tekintsék át, illetve nézzék meg a saját pénzügyi bizonylataikat is, és hogyha mindent megfelelőnek találnak, akkor egy elfogadom gombra kattintva már a bevallást benyújtatnak tekinti a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Azonban azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, vagy ügyfélkaput nyitnak rövid időn belül, hiszen így a legegyszerűbb talán leellenőrizni, illetve módosítani is ezt a bevallást tervezetet, vagy pedig postai úton fogják megkapni ezt a tervezetet, hogyha kérik. De ezen túl SMS-ben is kérhetik, vagy ügyfélfogadási időben akár személyesen is megtekinthetik az adóbevallási tervezetet. Az egyéni vállalkozók számára is egyszerűsödik a személyi jövedelemadó bevallás 2018-tól. Az általános nyomtatványkitöltő program helyett az érintettek az egyszerűbb webes felületen készíthetik el a bevallásukat. A kitöltő program használatával egyszerűen tudnak változtatni az adatokon, akár könyvelő igénybevétele nélkül is. Támogatja az MSZP az önkormányzati dolgozók január 12-ére és 15-ére megkéretett sztrájkját. A párt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke szerint azonban nem csak a köztisztviselők, hanem a közalkalmazottak is megérdemlik a bérfejlesztést. Halmi József kiemelte, 10 éve nem emelkedett a dolgozók fizetése. Hozzátette, a kormány mostoha gyereknek tekinti az önkormányzatokat, és szerinte fennáll a veszélye annak, hogy választások után a 2000 fő alatti önkormányzatokat be is zárják. A politikus azt mondta, legalább 50%-os fizetés emelésre lenne szükség a közszférában. Azt látjuk, hogy majdnem minden társadalmi csoportban volt valamilyen szintű bérrendezés, náluk nem volt. Látjuk azt, hogy nem szereti a kormány az önkormányzatokat, több olyan intézkedés volt, ami ezt alátámasza, feladatelvonás, önkormányzatok összevonása, ASP-rendszer, meg sorolhatnák sok mindent még tovább. Azt látjuk, hogy másod jellegű az, amit mi művelünk, és ne legyenek Magyarországon másodrendű állampolgárok az önkormányzatnál dolgozók, akiknek ma már a bérét a minimálbérhez kell igazodni. Ennél sokkal többet érdemelnek, mert ők tényleg az embereket szolgálják. A hétvégén Szép Ernő Vőlegény című vígjátékát mutatták be Nyíregyházán. Az előadásról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes egy ráhanguló hetet követően kétszer is Törökországban edzőtáborozik majd, ahol a tréningek mellett mérkőzések is várnak a játékosokra. 17 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a torna Diákolimpia megyei döntőjét. A versenyzőknek 4 korcsoportban kellett bemutatniuk a kötelező forma gyakorlatokat. Az Orlai Produkciós Iroda visszatérő vendége a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színháznak. A hétvégén Szép Ernő Vőlegény című vígjátékát láthatták a nézők Kovács Patricia és Szabó Kimmel Tamás főszereplésével Novák Eszter rendezésében. A keserédes komédiában minden a pénz körül forog. Szép Ernő a két világháború közötti Budapest különc figurája volt.
Termékeny szerzőként ismerték, hiszen verseit komoly irodalmi lapok közölték, gyakran írt kabarékat és közönségsikereket hozó színműveket is. A vőlegény ősbemutatóját 1922-ben tartották a Végszínházban, de akkor nem volt a közönség kedvence, ugyanis egy könnyed darab helyett a polgári erkölcsöket kíméletlen őszintességgel leleplező előadás született. A múlt század 70-es éveitől kezdve azonban számos teátrum sikerdarabja lett. A női főszereplőt, Kornélkát alakító Kovács Patrícia szerint ennek több oka is van. A dolgok nem változnak, a szerelem nem változik, a vágyak nem változnak, az akarat, hogy valami jobb életünk legyen, az nem változik. Változnak, mobilozunk, meg felgyorsult a világunk, meg az internet világában élünk, de ezek az alapérzelmek, ami egy embert meghatároz, azok szerintem ugyanilyenek voltak 100 évvel vagy 200 évvel ezelőtt is, és nagyon remélem, hogy még 100 év múlva is ilyenek lesznek. Úgyhogy innentől kezdve szerintem bármikor aktuális tud lenni egy szerelem, aminek lehet drukkolni, aminek lehet izgulni, hogy egymásé legyen végül ez a két ember. A Vígjáték központi kérdése a pénz, erről mondja el véleményét a szerző a Csúszik család és a Fox família helyzetén keresztül. Csúszikék azt remélik, hogy Kornélka gazdag férjet talál, és így megmenti a családot. A kiszemelt vőlegény, Fox Rudi pedig vagyonos lányt akar feleségül venni. A jóképű fogász a vőlegény jelölt szerepében Szabó Kimmel Tamás láthatja a nagy érdemű. A munka maga annyira meghatározó volt, illetve mindig öröm szerintem egy színésznek valamilyen nagy falatot harapnia, mint például Szép Ernő, bármelyik művében, bármelyik figura. Ezek azért vannak annyira klasszikusok, és egy színész számára jelentősek, mint egy Shakespeare vagy egy Csehov szerep. Tehát legalább annyira jól vannak megírva, hanem jobban néha. Nyilván most nem verseng a két író, mondjuk egy Csehov nem versenghet Szép Ernővel, és egy Szép Ernő sem Csehovval, de mégis tartalmilag mondani valója, a személyiség, az egész figura, az szerintem simán megjelne bármelyik Csehov darabban is. Csúszikné szerepét Takács Kati, a legidősebb lányát Tóth Ildikó, Csúszik Zsiga szerepét pedig a korábban Nyíregyházán játszó Gazsó György alakítják. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus MB2-es labdarúgó csapata. Az együttes egy ráhangoló hetet követően kétszer is Törökországban edzőtáborozik majd, ahol a tréningek mellett mérkőzések is várnak a játékosokra. A spariban a télen várható kisebb játékos mozgás is, de a keret nem fog jelentősen változni. Kisebb átmozgatással láttak neki az új évnek a Nyíregyháza Spartacus játékosai. A szakmai stáb egészségügyi és sportdiagnosztikai felmérésekkel készült az első héten, emellett vasárnapig minden nap tréningeznek a labdarúgók. Azért jól esett nem mindenkinek szerintem a pihenés, hogy volt egy ilyen hosszabb szünet, mindenki fel tudott töltődni, családokkal, barátokkal lenni. Tényleg már azért kicsit vártuk, hogy újra labdába rúghassunk. Elkezdhessük tényleg, hogy most újra itt együtt legyen ez a kis család, tényleg itt, mert igazából egész évben együtt vagyunk, ugye. Kell ez még a hosszabb kapcsolatokban is, hogy egy kis szünet legyen, úgyhogy jó volt egy kicsit így, tényleg mindenki foglalkozott magával, a családjával, de tényleg most már akkor térjünk vissza a focihoz. A ráhangolódó hetet követően a Spari Törökország felé veszi az irányt, de nem is egy, hanem két alkalommal is itt edzőtáborozik majd az együttes. Előbb január 14-e és 21-e között, ekkor már felkészülési mérkőzést is játszik a Spari, az orosz második ligában szereplő FC Baltika Kaliningrád ellen 20-án. Január 31-től február 10-ig ismét Törökországba utazik a keret, és felkészülési találkozók is várnak a gárdára. Két ellenfél már biztos, előbb az orosz FK Rotor Volgograd, majd a lengyel Rakov Császlova ellen lép pályára a Nyíregyháza. A külföldi edzőtáborban ideális körülmények között készülhetnek a játékosok a tavaszi rajtra. Nyilván az elsődleges az, hogy az időjárás, esetleges viszontagságait ki tudjuk kerülni, a másik az pedig az, hogy komplexebb munkát lehet végezni egyértelműen a pályák minősége miatt, és maga a pihenés, étkezés, stb. Ez tulajdonképpen egész nap kontroll alatt van, mind a játékos számára, mind pedig a szakmai stáb számára. A keretben tényleg változások is várhatók, azonban nagy jövésben is nem lesz a csapatnál.
Általában ugye a szurkolókat mindig ez érdekli a legjobban, hogy hány játékos jön, hány játékos megy. Én akkor lennék a legboldogabb egyébként, hogyha egy játékosnak nem kellett volna jönni, és egy játékosnak nem kellett volna menni, mert ugye azok az állandóságot képviselni, amit egyébként szeretnénk megvalósítani, hogy a lehető legkevesebb változás legyen a keretbe. Miután hosszú távon gondolkodunk, ezért már megkezdtünk olyan tárgyalásokat is játékosokkal, akik esetleg nyáron fognak érkezni a csapathoz. Folyamatosan benne vagyunk ebbe a tárgyalási folyamatban több játékossal is, abból majd meglátjuk, hogy ki lesz az, akit esetleg már most idén télen, vagy esetleg csak nyártól fogunk tudni a csapathoz szerződtetni. Az már biztos, hogy Rudolf Gergelyel január 4-én közös megegyezéssel szerződést bontott a klub, de Hermány Bence és Rezes László se ölti magára már tavasszal a Szpari mezét. 17 csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a Torna Diák Olimpia megyei döntőjét. A versenyzőknek 4 korcsoportban kellett bemutatniuk a kötelező formagyakorlatokat. A verseny célja a megmérettetés mellett a torna népszerűsítése is volt a fiatalok körében, hogy az utánpótlás bázist is szélesítsék. A Nyíregyházi Ötvös József iskola második alkalommal adott otthont a Torna megyei Diák Olimpia döntőjének. A megye több településéről 17 csapat és 2 egyéni versenyző érkezett, hogy összemérje tudását és ügyességét. A fiatalok fiú és lány kategóriában 4 korcsoportban mutatták be a kötelező gyakorlatokat. A fiúk talaj, gyűrű és ugrásszereken dolgoznak, a lányok gerenda, talaj és szintén ugrás. Kisvárdától kezdve Nyíregyházáig elég sok helyről érkeztek a versenyzők, illetve a csapatok. A versenyzési lehetőség biztosítása mellett a szervezők az iskolák közötti kapcsolatok képítésére és a fiatalok közötti sportbarátságok elmélyítésére is nagy hangsúlyt fektettek. De a megmérettetés célja volt még a torna, mint alapsportág népszerűsítése az iskolák körében, illetve az utánpótlás bázis szélesítése a legügyesebb tanulók bevonásával. Nagyon fontos az alapozó sportág. Én azt mondom, hogy a torna olyan mozgáskultúrát, erőt, állóképességet, ízületi mozgékonyságot ad a gyerekeknek, aminek később bármilyen sportágban hasznát fogja venni. És nálunk nagyon pici korban kezdünk, hiszen óvodás korban kezdünk el a tornával foglalkozni. A mostani elsősök már második éve tornáznak nálunk. A létszám nem azt mutatja, hogy nagyon népszerű lenne, de a gyerekek egyébként imádják. Ez egy nagyon, nagyon munkás dolog a torna, nem csak a gyerek, hanem a testnevelő részéről is. Egyre kevesebben vállalják ezt a fajta munkát. Egy kicsit másabb, mint egy labdajáték, de azért egy-egy jó gyakorlatot, amikor a többiek is megtapsolnak, az nagy élmény a gyerek számára. A Diák Olimpián a dobogósok nem csupán érem mellettek gazdagabbak, hanem tovább jutottak a februári országos elődöntőbe is. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Több mint 16 milliárd forintos sportinfrastruktúra fejlesztés fejeződik be 2020-ig Nyíregyházán. Jégpálya, uszoda, 8000 férőhelyes stadion és egy atlétikai centrum munkálatai kezdődtek el 2017-ben a megyeszékhelyen. A létesítmények a versenysport mellett egyaránt szolgálják a szabadidő, a tömegsport és az utánpótlás nevelést is. Közel 43 millió forintból újult meg a központi orvosi ügyelet Fehérgyarmaton. Az intézmény rész nem csak a városnak, hanem az egész térségnek is rendelkezésére áll, így 50 település közel 4000 lakójának biztosít ügyeleti ellátást. A felújítás során új burkolatot kaptak a helyiségek, kicserélték az elektromos és vízvezetékrendszert, valamint napelemek is kerültek az épület tetejére. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták január 9-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik holnapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap is folytatódik az átlagosnál enyhébb időjárás. Egy délnyugat felől közeledő mediterrán légörvény alakítja időjárásunkat, mely enyhe, egyre nedvesebb léghullámokat sodor felénk. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég. Éjszaka párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Csapadék nem valószínű, a keleti szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet.
Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, de időnként elvékonyodik a felhőzet. Kisebb eső előfordulhat. A keleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég. Csütörtökön elszórtan várható eső, zápor. Péntektől észak-kelet felől egyre hidegebb és szárazabb levegő érkezik fölénk. Emiatt a napos időszakok ellenére is napról napra hűl a levegő. A jövő héten lassú enyhülés jön majd.